A találkozások ezen részében Fehér erő Katalinnal beszélgetünk egy impozáns helyszínen, ugyanis most a gimnáziumnak vagyunk a könyvtárában. Először is örülök, hogy ezt a beszélgetést sikerült összehozni, már csak azért is, mert számomra ez egy különleges dolog, hogy a volt főnökömmel beszélgethetek. Először is, mielőtt mindenbe belevágnánk, milyen érzés igazgatónak lenni. Ezt szerintem minden gyerek szeretné tudni. Nem ez életem álma, hogy egy intézményt vezessek. Én alapvetően pedagógusnak, tanárnak, méghozzá kémia tanárnak tartom magam. Ez, mint ahogy mindenki tudja, rajtam maradt ez a pozíció. Igyekszem méltóképpen tevékenykedni és emese nyomdokaiba lépni, ami nem egy egyszerű dolog, és azt hiszem, hogy nem is mindenképpen, minden tekintetben sikerül. Ha pedig már a tanári pályafutásról van szó, én legalábbis nem tudom, hogy mióta van itt ebben a pozícióban, tehát mint pedagógus. Kezdjük is talán akkor végül is itt, hogy mióta a Magyar László Gimnázium a munkahelye 1982-ben végeztem a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, biológia kémia szakos középiskolai tanárként. Az 1982. augusztus 16-ától vagyok a Magyar László gimnázium pedagógusa. Mindkét szakomat tanítottam az első időkben, aztán volt egy olyan időszak, amikor csak kémiát tanítottam, és ez úgy így is maradt, a mai napig csak kémia óráim vannak, amit egyébként nagyon sajnálok. Mikor lett igazgatóhelyettes? Hát ez egy kalandos dolog, mert én kétszer voltam igazgatóhelyettes a az iskolának, egyszer 2005-től 2008-ig, ami akkor történt meg az intézmény összevonás, a DBM Moni akkor alakult meg, és akkor mivel a gimnáziumhoz csatolták az akkori szakképző iskolát, így megszűnt a gimnázium igazgató helyettesi posztja. Majd később, ha jól emlékszem, 2015-ben lettem tagintézményvezető helyettes és 2017-től vagyok akkor még tagintézményvezető majd 2019. szeptember 1 független lett ismét a gimnáziumunk, és attól kezdve én a Dunaföldvári Magyar László Gimnázium intézményvezetője vagyok. Ugyanis így változott meg a nevünk, mert korábban a 80-as, 90-es, 2000-es években mi Magyar László Gimnázium voltunk ilyen egyszerűen, és amikor 2019-ben szétvált ez az együttműködés az általános iskolától, akkortól mi Dunaföldvári Magyar László Gimnázium nevet kaptunk. Akkor most ugye elmondhatjuk, hogy a teljes pályafutása egy intézményhez köthető? Igen. Nem bánja? Nem. Nekem ez a 40. tanévem, és én nagyon örülök, hogy itt lehettem. Én tulajdonképpen magaménak érzem ezt az intézményt. Én úgy érzem, hogy sokat kaptam az intézménytől, de azt hiszem, én is adtam ennek az intézménynek, elég sokat. Sok sok tanítvány ment keresztül a kezeim között, és úgy érzem, hogy sokaknak sikerült átadnom a tudást, felkészíteni őket a továbbtanulásra, az életre. Jó néhány olyan tanítványom van, aki ma már sikeres a szakmájában, és ehhez neki a kémia tudásra volt szüksége. Akkor először is, miért pont kémia és mérpont biológia. Ez gyerekkoromból származik, általános iskolában is nagyon szerettem mind a két tantárgyat. Általános iskolában volt egy soponyai ilike néni tanárnő, ő volt a kémia tanárnőm, és ő varázsolt el tulajdonképpen engem a kísérleteivel, a rendkívüli tudásával és meg kell említenem természetesen a biológia tanárnőmet, általános iskolai biológia tanárnőmet is, Ulmer Jenőné, Márika nénit, ő is nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy én megszeressem ezt a két tantárgyat. Ez ugye akkor általános iskola? Hova vitte a sors? Tolnára jártam az akkor még Földvári Mihálynak nevezett gimnáziumba, ami most már egy katolikus gimnázium ott is nagy-nagy szerencsémre nagyszerű pedagógusok tanítottak, nem csak biológiából és kémiából, hanem a többi tantárgyból is. Én alapvetően nagyon szerettem a magyart és a történelmet is, és a mai napig nagyon szívesen olvasok, és ha már az általános iskolai pedagógusaimat megemlítettem, a biológia és kémia tanáraimat, akkor meg kell említenem a középiskolai biológia tanárnőmet, Sósné Katinénit, aki hála Istennek a mai napig jó egészségnek örvend, illetve a menhelyi házas pártők kémjára tanítottak engem szintén a Tolnai gimnáziumban. Akkor ebben már egyértelműen kiderült, hogy nem Dunaföldvári kötődésű. Hogyan került, és mégis hogy, hogy maradt Dunaföldváron? Hogy Sződi Imrét idézem, maradt vagyok. Én 1982-ben, amikor már a végzés felé közelítettem, akkor állást kerestem, és én mindenképpen szerettem volna hazajönni. Én születésem szerint Faddi vagyok, ott is nőttem fel, és szerettem volna a szüleimhez, a családomhoz közelebb kerülni, hiszen Debrecen, ahol én az egyetemet végeztem, nagyon-nagyon messze van Fadhoz, és, és hát nagyon hiányzott ez alatt az öt év alatt a, a család hiszen abban az időben még a közlekedési viszonyok és az utazás nem volt ennyire egyszerű, mint a mai közlekedésben, úgyhogy szerettem volna mindenképpen közelebb jönni, és Dunaföldváron az akkori igazgató Lukácsi Pál hirdettett biológia-kémia szakos állást, jelentkeztem, több beszélgetés után közösen úgy döntöttünk, hogy akkor én itt folytatnám a pályafutásomat, és itt maradtam. Én nagyon megszerettem ezt az intézményt, megszere, nagyon szerettem a, szeretem a kollégáimat, és én nagyon-nagyon nagy segítséget kaptam az indulásnál az akkor itt dolgozó pedagógusoktól, hogy alapvetően jól érzem magam itt a településen. Itt letelepettünk, és azóta is itt élünk. Mielőtt rátérnék a családi részre, azért még egy kicsit gimnáziumot fejtegessük. Miben változott a legjobban maga a gimnázium, a diákok, a tanárok, bármi az elmúlt 40 év során. Nagyon sok minden megváltozott. Ahogy a, a világ körülöttünk, úgy a, a gyerekek is nagyon sokat változtak, hiszen ők már a Z generáció tagjai. Nehéz velük fölvenni a versenyt, úgyhogy éppen itt az ideje, hogy el is menjek nyugdíjba, mert úgy gondolom, hogy már sok esetben úgy gondolnak rám, hogy egy őskövület vagyok, de amiben egyébként van is valami, mert elég nehéz ezt a pörgő, nagyon gyors internetvilágot nekem követni. Nem ebben nőttem bele, nem ebben szocializálódtam, de azért igyekszem. Mikor megy nyugdíjba? Ennek a tanévnek a végén és ha kiemelhetne, akkor most már tényleg egy teljes, nagyon hosszú, több évtizedes pályafutásról van szó. Mi az, amire a legszívesebben emlékszik vissza? van -e esetleg egy élmény, egy olyan, olyan dolog, ami így eszébe jut, ha csak mondjuk végig sétál a folyosón, vagy bárkire ránéz, bármi? Ez nagyon nehéz kérdés, Dóri, <laughs> mert, mert nagyon sok minden van. Tehát tulajdonképpen, ahogy végigmegyek valóban a folyosón, és ránézek a tablókra, a volt tanítványok közül valakiről mindig eszembe jut valami, vagy ha menet közben összefutok bárkivel. Tehát igazándiból rossz élményeim nincsenek. Tehát a volt tanítványok, a legcsibészebb is, akit úgy gondoltam akkor, hogy fú, nem lesz belőle semmi, mert léhűtő, linkóci, szemtelen. A mai napig ugyanezek a diákok, ha összefutunk, nagyon jól elbeszélgetünk, és nagyon-nagyon jó élmény velük találkozni. Tehát nem tudok kiemelni semmi olyat, ami fú olyan frenetikus, hogy sok mindent tudnék mondani, sok-sok diákot, sok-sok kollégát, és nem akarok senkit megbántani azzal, hogy most éppen nem ő jut eszembe. Akkor, hogyha már teljes pályafutással van szó, tavaly egy eseményen több tanárt is megkérdeztem már, hogy mi lenne a tanácsa a pályakezdő pedagógusok számára? Nagyon röviden, kösse fel a nadrágját nagyon alaposan, mert eh, eh, nehéz ezzel a fiatal generációval ügyesen bánni, és ha szerencséje van, akkor motivált gyerekek közé kerül, de ha nincs szerencséje, akkor nagyon nehéz motiválni a mai gyerekeket. Lenne valami, amit másképpen csinálna? Nem hiszem. Ment volna esetleg másik gimnáziumba is, hogy máshol is tapasztalatot szerezhessen? Nagyon sok évvel ezelőtt még olyan fiatal pedagógusként a családban megfordult az a gondolat, hogy hazaköltözzünk, tehát fadra költözzünk, és hát ez nyilván állásváltoztatást is jelentett volna. A Tolnai vagy a Szekszárdi gimnázium úgy megfordult a fejembe, de, de nem. Mm. És akkor, hogyha már említette a családot, ugye egy lányam ide járt a gimnáziumba, ugye? Igen. Tanította? Igen. Milyen volt? Borzalmas. Nem kívánom az ellenségemnek se, pedig egy áldott jó gyerek, és igazándiból nem élt vissza soha a helyzetével, de egyikünknek se volt jó dolog. Tehát nem szerencsés dolog, de nem volt más lehetőség, ugyanis egyedül voltam kémia szakos tehát valakinek kellett tanítani, viszont én úgy gondoltam, és a család is úgy gondolta, hogy egy 13-14 éves gyereknek még otthon a helye, és hogyha helyben megoldható a tanulása, akkor maradjon itt, még hogyha ez a kellemetlenség előfordult, de azért ugye azt is tudjuk, hogy nem csak az én gyerekem járt ebbe a gimnáziumba, hanem jó néhány kollega gyermeke is ide járt, és ebből én azért úgy gondolom, hogy olyan nagyobb gond nem volt senkinek kapcsolatban sem. Könnyedebben vette az akadályokat kémia-biológia terén, vagy másfelé vitte az élet? Másfelé vitte az élet. Természettudományos érdeklődésű, főleg a matematika irányába, és a német volt a kedvence, de aztán végül is német szakon végzett a Szegedi Egyetemen. A gimnázium kapcsán azért van még egy olyan dolog, ami számunkra maradandó emlék volt, még pedig a fehér köpeny, ami most ugye nincs önön. Én tudom, hogy miért nem, de igazából nem is erre lenni kíváncsi, hanem arra, hogy mi ennek az eredete. Mert ugye a és a fehér köpeny ez egy ilyen összekapcsolt fogalom. Hát abban az évben, amikor én ide kerültem, akkor még természetes volt, hogy a pedagógusok köpenybe jártak. És mivel kémia szakos vagyok, Megszoktam, hogy köpenybe vagyok, a kísérletek miatt elsősorban, mert ha a régebbi köpenyeimet megmutatnám, hát elég érdekesen néznek ki. Mindenféle foltok, lyukak és egyebek vannak rajta, úgyhogy elsősorban praktikus oka van annak, hogy én köpenyt viselek, mert ez megvédi a ruhámat azoktól a vegyszerektől, amikkel időnként ügyesen vagy ügyetlenül bánok. Vagy ne adj Isten, még egy kis felrobbanás is bekövetkezik. volt rá példa? Persze, kilő a kémcsőből a vegyszer, a borszeszégő szétdurran, és ehhez hasonlók előfordulnak, a legnagyobb elővigyázatosság mellett is, és így megvédtem a ruhámat, és megszoktam. Tulajdonképpen nagyon érdekes, de ha nincs rajtam köpeny, mint ahogy most is, nem érzem igazán jól magam. Tehát nekem természetes, ha belépek az iskolába, fölveszem a köpenyemet. Mondjuk egyéb praktikus oka is van, mert vannak zsebek, és ebbe ugye legalább az embernek van zsebkendője, tolla benne, és egyéb font kulcsok, amikre szüksége van menet közben. Most hogy erre az érdekes, számomra érdekes tényleg igazából rávilágítottunk, térjünk is át a családra. Mikor találkozott a férjével? Hát ez eléggé mosolyogtató dolog, ugyanis mi együtt jártunk már óvodába és általános iskolába is, sőt, már általános iskolába voltak köztünk ilyen kis romantikus kapcsolatok, úgyhogy elég nagy múltra tekint a mi együttlétünk vissza, aztán 1984-ben házasodtunk össze. Akkor került ön is, illetve a férje is Dunafedvára? Hát én 82-ben, és akkor a férjem utánam jött. Nem volt más választása. Mikor született meg a lányuk? 1985-ben. És ugye már ott van egy unoka is? Bizony, van egy két és fél éves, ö, aranyhajú, bongyorfejű kis csacsogó unokám, aki bearanyozza az életünket. Milyen a nagymama szerep? Csodálatos. Az a baj hogy még kevés időm van, de majd nyártól az lesz az első a nagymama szerep. A gimnáziumi pályafutásról ugye már elég sokat beszéltünk, de ugye arról nem beszéltünk, hogy ez itt a Magyar László Gimnázium, ami idén ugye 70 éves. Így van, és ezt szeretnénk méltóképpen megünnepelni, és ebben még szeretnék szerepet vállalni, ugyanis ugye, mint ahogy köztudott, a gimnázium megalakulásának 50. évfordulójára készült egy évkönyv, illetve az azt követő tíz évről is készült egy újabb évkönyv, és ugye megint eltelt el tíz év, és készül egy újabb könyv az elmúlt tíz évről, és ennek az írásában elsősorban Bognár Zoltán nyugdíjas kollega, illetve Lukácsi Pál nyugdíjas kollega vesz részt, és természetesen én vállaltam, hogy ennek a koordinálásában még részt veszek, attól függetlenül, hogy ez már a pályafutásom végén lesz, ugyanis úgy tervezzük, hogy a 70 éves évfordulót a Magyar László nappal egybekötve tartanánk meg 2022. novemberében, akkor készülne el ez a könyv, akkor adnánk ki, illetve Iskolatörténeti kiállítással és vetélkedőkkel emlékeznénk meg az elmúlt 70 évről. Szó esett ugye Magyar Lászlóról, szó esett az unokázásról. Milyen egyéb tervei vannak még így a nyugdíjas évekre? Hát szeretnék végre annyit olvasni, amennyit szeretnék, de mellette természetesen nem fogok begubózni. Én, ha szükség van rám, akkor óraadóként kémiát, de akár biológiát is nagyon szívesen tanítanék, hiszen nagyon szeretem csinálni, és én úgy gondolom, hogy attól, hogy az ember nyugdíjas, nem kell még teljesen leállni, mert annak jó vége nincs. Pedagógus pálya azért ugye 40 évet itt eltölteni, azért ez egy komoly teljesítmény már. Főleg csak, hogyha arra gondolunk, hogy a gyerekek kicsit ezért kibírhatatlanak tudnak lenni. Hogyan? Hogyan lehet jól hozzáállni például a gyerekekhez? Egyetlen egy titka van, szeretni kell a gyerekeket. Megtérül ez a szeretet? Előbb-utóbb igen. Tehát ö, akkor per pillanat nem biztos, hogy úgy érzi az ember, hogy megtérült, de hosszabb távon igen. Kritika a sok szülő. Ugye régen van az a vicc, hogy régen a, a szülő a gyereken verte el a bizonyítványt, most meg jön vissza a tanárhoz. Megéri? Nem könnyű a mai szülőkkel, ez tény, tehát nehezebb. A régebben, 20 éve, 30 éve a szülő és a pedagógus úgymond egy húron pendült. Most nagyon gyakran tapasztalhatjuk, hogy a szülők nem támogatják a mi pedagógiai munkánkat, hogyha nagyon finoman akarok fogalmazni. Természetesen ez nem minden szülőre igaz, mert a szülők többsége még, legalábbis itt az iskolában azt tapasztalom, hogy Együttműködő és egy cél érdekében próbáljuk megterelgetni a diákokat. Ugye itt azért viszonylag egy ilyen családias légkör alakult ki, én legalábbis ezt tapasztaltam. Milyen az, amikor egy családban például több generációt tanít? Nagyon jó. Egyébként egyetlen egy kellemetlensége van, hogy gyakran előfordul, hogy a az édesanyja nevén szólítom a gyermeket, vagy az idősebb testvér nevén a, a fiatalabb testvért, ez ugye néha eléggé furcsa, és nem mindig esik jól a gyereknek, pedig nem szándékos, de előfordul. Egyébként nagyon jó érzés, és én úgy gondolom, hogy nem csak én, hanem a kollégáim is nagyon hálásak azoknak a szülőknek, akiket szülőként tanítottunk, és a gyermeküket Ideíratják be, tehát megtisztelnek bennünket azzal, hogy ránk bízzák a gyermekük nevelését. Az igazgatói pozíció ellentétben a tanári pozícióval azért ugye magában rejt különbségeket. Sokkal több gondolom az adminisztráció, a teher, hogy legyen elég diák. Mennyire nehéz ezt megélni? Nagyon nehéz. Ez, nagyon, ha nagyon őszinte leszek, akkor én nem készültem soha, és nem voltak ilyen vezetői ambícióim. Én alapvetően kémia tanárnak vallom a mai napig magam. Természetesen igyekszek megfelelni a feladatnak, és igyekszem a lehetőségekhez mérten a legjobban csinálni. Van, ami segít? Ebben a pozícióban volt-e, aki az elején támogatta? Nagy segítséget kaptam az első pillanattól kezdve Bognárni Balog Andrea kolléganőtől, aki ugyebár abban az évben még, amikor ebbe a pozícióba kerültem, ő volt az intézmény vezetője, és ő rengeteget segített, és a mai napig bármilyen problémával, kéréssel fordulhatok hozzá, nagyon sokat segít, és természetesen a kollégáim is nagyon sokat segítenek, támogatnak, ez csapatmunka, csak együtt működnek a dolgok. Egy vezető egyedül nem ér semmit, csak a kollégákkal együtt tud eredményt elérni. És akkor, ha már kollégák, akkor vessünk véget a városi legendáknak. Önnek például mekkora szerepe van abban, hogy ide felvesznek valakit? Maga interjúztatja őket, mi mondjuk egy cégnél, vagy mondjuk központból kirendelik ide, és azt mondják, hogy akkor te most itt fogsz dolgozni. Megkérdezik természetesen a véleményemet, nem én vagyok a munkáltató, a munkáltató a tankerület, tehát végeredményben a tankerület veszi fel, de nyilván az én javaslatomra. Nehéz dolog kiválasztani azokat a pedagógusokat, akikkel együtt dolgozna? Hát az a helyzet, hogy nem túl nagy a jelentkezők száma. Nekem eddig tulajdonképpen ö, egy emberrel kellett ilyen szempontból foglalkoznom. Ugye Szabados Sámuel kollega nyugdíjba vonulásával történelem szakos állás hirdettünk meg, és erre az állásra gyakorlatilag egy kollega jelentkezett, aki azóta a nevelőtestületünk tagja. Szó volt ugye már nyugdíjazással, de esetleg azt tudja már, hogy ki lesz az utódja? Természetesen nem, hiszen a az intézményvezetői beosztásra, posztra pályázni kell. A pályázatot feltehetően szeptemberben írja ki a tankerület. Mivel én hivatalosan december 15-ig munkaviszonyban állok, addig augusztus 15-től december 15-ig az SMS szerinti helyettesítés zajlik tehát addig a helyettesem Puskás Zsolt viszi az ügyeket, és amikor szeptemberben kiírják a pályázatot, aki pályázik, azok közül a tankerület, illetve az EMMI nevezi ki a következő intézményvezetőt. Katrini azért már sok ballagó felvitelező diákot látott. Mi a tapasztalat? Egyre több lesz, egyre kevesebb lesz, nagyobb lesz a kedve a továbbtanulásra? Mi a tapasztalat? Volt egy időszak, amikor ugye kinyitottak az egyetemek, és nagyon sok diákot vettek föl a rendszerváltás után, akkor hirtelen nagyon-nagyon sokan jelentkeztek felsőoktatásba, még olyanok is, akiknek lehet, hogy nem kellett volna. Az utóbbi évben ez úgy normalizálódott, és a diákoknak körülbelül azonos aránya az, aki felsőoktatásban tanul tehát ilyen 60 körül, 70 körül ingadozik a továbbtanulók száma. Van esetleg népszerű szak, amire gyakran jelentkeznek? Hát ott abbi időben a média, ugye az nagyon népszerű. Sajnos a mérnök képzésre kevesen, pedagógus képzésre is sajnos kevesen jelentkeznek. Ez ugye egyértelmű, hogy óriási a hiány pedagógusban, jó mérnökben. De hát bízunk benne, hogy a jövő generáció majd érdeklődőbb lesz ebben a témában is. A gimnáziumnak ugye most a régi szárnyában ülünk, és ha már szó volt Magyar Lászlóról és a gimnáziumról, ön itt volt, amikor hozzáépítették az újabb szárnyat? Igen, 98-ba épült az új szárny. Ugye 95-től van hat folyamos képzés is az iskolában. Ez teremhiányt jelentett, tehát muszáj volt ö, kiegészíteni az épületet, illetve a tornaterem építése is nagyon fontos volt, égetően fontos, hiszen az általános iskolával, illetve a szakiskolával együtt használtuk a tornacsarnokot, és ez igen kevés ö, hely volt, tehát muszáj volt valamit lépni, és hála Istennek a, az önkormányzat és a alapítvány segítségével sikerült felépíteni az új szárnyat, ahol három tanterem, egy informatikaterem, illetve tanári és tornaterem is épült. Akkor ön ugye itt volt, amikor bevezették a hatosztályos évfolyamot. Hogy jött az ötlet? Tehát azért ez egy kisvárosban szerintem kicsit furcsa, de jó értelemben furcsa dolog. Hát ez benne volt úgymond a levegőben, tehát ez már az országban több helyen megindult, és a négy év folyamos képzésre egy kicsit csökkent az érdeklődés. És ekkor Irma néni felvetésére utána jártunk, hogy milyen módon, milyen programmal lehet elindítani ezt a képzést, és ennek következtében indítottuk el. Kati azért gondolom a gimnáziumban sok mindent látott, hallott már. Két dolog van, illetve két hely van, amire én nagyon kíváncsi elnék. Az egyik az a pince. Ott ugye úgy tudom, hogy azért régen voltak ilyen, hát ilyen kis buli hely, vagy összegyűlésre alkalmas hely. Ott arra mit kell tudni? Hát ez egy légó pince hivatalosan, ahol amikor én idejöttem, 82-ben valóban ez valóban egy találkozó helye volt a gimnazistáknak, ott Különféle rendezvényeket, úgymond bulikat tartottak a gimnazisták, csak hát nem volt megoldott a normális szellőztetés, a normális fűtés, illetve a vizes blokk is hagyni, hagyott némi kívánivalót maga után, és ezért nem lehetett tovább használni. Ugye ennek egy, egy ilyen helyiségnek megvannak a szabályai, hogy mit, hogyan és mire lehet használni. ANTS és egyéb ö, szervezetek ezt ellenőrzik. És most jelen pillanatban a Lego pince raktárként üzemel. Nem is volt tervben, hogy esetleg ezt felújítsák? Többször előfordult a ilyen diákparlamenteken, a diákok felvetették, hogy kellene, mert lehetőség, hogy ott szórakozzanak, találkozzanak, akkor a pénzbe kerülne ez, ami sajnos nem áll rendelkezésünkre, és én úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb lenne magának a régi épületszárnynak a felújítása, rendbetétele, mint a légópince, bulihelyi alakítása. Sajnos, ha valaki körülnéz, megnézi az épületet, azt látja, hogy a fal, a vakolat omlik, a tető itt-ott behorpad, egy-egy vihar után, Félve nézek föl a tetőre, hogy hány cserép repült le, hány kúp cserép, ágaskodik. Úgyhogy egyelőre én úgy gondolom, hogy amíg ez a felújítás nem valósul meg, addig okafogyott a pince felújítása. Ez a felújítás amúgy tervben van? Gondolatban igen, de olyan iszonyatos költséggel járna, és van egy másik akadálya a dolognak, ami, ami megnehezíti ezt a dolgot, az épület műemlék jellege. Ez mindent elmond. Sajnos emiatt küzdünk nagyon sokat, de hát ha majd egyszer lesz egy olyan uniós pályázat, amire pályázhatunk, és felújíthatjuk ezt az épületet, mert nagy kár lenne, ha tönkre menne. Valóban. És ugye volt úgy vezettem be, hogy két ilyen helység van, amire én nagyon Igen. kíváncsi vagyok. A másik, amikor, ami számomra mindig egy rejtély volt, hogy ott van, mi van, de azt mondják állítólag csak székek. Hogyha ott a tornacsarnok felé le lehet menni, ott lehet kicsit fölfelé is menni, ott fönt mi van? Az a padlás feljáró, ott lehet a az új szány padlására bemenni, és annak van egy nagyon kicsi előtere, ahol azokat a műanyag székeket tároljuk, amelyeket különféle rendezvényeken használunk. És a padlásra alkalmas arra, hogy ott valamit lehessen csinálni? Alkalmassá lehetne tenni, ott ki lehetne alakítani akár tantermet is, vagy az valamikor régen, amikor megépült az új szárny, akkor beszélgettünk arról, meg többen szóba hozták, hogy esetleg kollégiumi szobákat lehetne ott kialakítani. De mindennek nagyon egyszerű oka van, hogy nem valósult meg, azt hiszem nem kell róla beszélni, hogy pénz, pénz, pénz hiányzik ehhez. És hát elsősorban, ami az én szívem csücske, és eddig minden beszámolóba, munkatervbe beleírtam, meg már nem csak én, hanem már korábban emese is, Sőt, Vejsz János igazgató úr is beleírta, egy természettudományos tanterem, szaktanterem kialakítása a célunk, de hát ahhoz is óriási anyagi fedezetre lenne szükség. Most a pénz kapcsán egy másmilyen konnotációban eszembe jutott a kaszinó. Hát Katinéni. Mit kell tudni a kaszinóról? A kaszinónak hívjuk azt a kis irodát, helyiséget, ahol kávét főzünk, hűtőszekrény van, ahol van, vagyunk néhányan kollégák, akik nem a menzán ebédelünk, hanem otthonról hozunk ebédet, van egy mikrohullámú sütő, ahol ezt az ebédet meg lehet melegíteni, és ott el tudjuk fogyasztani. Tehát az inkább egy ilyen közösségi tere a pedagógusoknak. Akkor miért így van benne a köztudatban? Rostási kollega így nevezte, és így rajta maradt. Semmi köze egyébként a szerencsejátékhoz. Ezzel most mindannyiunk álmát ledöntötte Katinéni. Van még számomra egy-két olyan helység, mint például ez a könyvtár is, ami egy kicsit kiri a többi közül. Nehéz volt például ezt a könyvtárat ebben a formájában megőrizni? Bemben a könyvtárban még az eredeti bútorzat van. Sőt, az ablak is még az eredeti. Ez az egyetlen olyan ablak az épületben, ami még az eredeti. Vigyázzunk rá! sok-sok évig régi diákok mondják, hogy ők nem is jöhettek be a könyvtárba. Most a könyvtár nyitott a gyerekek számára, úgyhogy akinek lyukas órája van, olvasgatni szeretne, nagyon szívesen beengedjük. Természetesen a könyvtár folyamatosan nincs nyitva, zárva tartjuk, de hogyha igény van rá, akkor itt tartózkodhatnak a gyerekek. Sőt, kisebb csoportok akár órákat is tarthatnak itt van itt egy díszletterem, vagy én nem tudom, jelmeztárnak hívtuk még egykor, ma milyen néven szerepel a köztudatban? Ugyanúgy jelmeztárnak hívjuk, benne megvannak az eredeti jelmezek, amiket még a te idődben a színjátszókör használt, minden megvan, és mellette még könyveket, tankönyveket is őrizgetünk benne. Virtuálisan, de legalábbis gondolatban már bebarangoltuk a gimnázium épületét. Hogyha önnek eljön az utolsó munkanapja, akkor milyen érzésekkel fog kilépni az ajtón? Nem tudom. Erre igazán nem tudok jó választ adni, mert az majd ok akkor fog kiderülni. Egy biztos, rendkívüli módon fog hiányozni a napi rutin. Egészen biztosan nagyon fog hiányozni, hiányozni fog a nyűsgés, ami körülvesz itt. hiányozni fognak a kollégáim, a gyerekek, a munka, de majd túlendülök rajta. Hát akkor a továbbiakban is sok sikert és kitartást kívánok az elkövetkezendő hetekhez, hónapokhoz még. Hát nem lesz egyszerű dolog, most jön még a lényege a tanévnek, ugye az érettségi vizsgák, amit remélek, nagyon remélem, hogy most már normál érettségi vizsgánk lesz, tehát írásbeli és szóbeli a hagyományoknak megfelelően bízunk benne. Bízunk a legjobbakban, és köszönjük szépen! Én is köszönöm! Ma esti adásunkat vasárnap délben ismételjük meg. Köszönjük figyelmünket viszontlátásra.